Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket kezdjük a 151-es számú énekünknek az éneklésével. A 151. ének így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Énekeljük tovább a 228. számú dicséretünket. A 228. dicséret első verse így kezdődik: Jehova, csak néked éneklek. Kívánom,
a mi segedelmünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy írva található Sámuel második könyve 24. részének az első és második, valamint a 10-től a 17-ig terjedő verseiben. A következőképpen hangzik a megjelölt helyről Isten hozzánk szóló üzenete. Újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: menj, vedd számba Izraelt és Júdát. A király pedig ezt mondta Joábnak, hadserege parancsnokának: járd be Izrael minden törzsét Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg a népnek a számát. Dávidot azonban bántotta a lelkiismerete azután, hogy megszámláltatta a népet, és ezt mondta Dávid az Úrnak: nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem. Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem. Reggel, amikor Dávid fölkelt, így szólt az Úr igéje Gát prófétához, Dávid látnokához: menj és mondd meg Dávidnak, ezt mondja az Úr: három lehetőséget adok neked, válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Bement tehát Gát Dávidhoz, és tudtára adta ezt neki. Megkérdezte tőle: hét esztendeig tartó éhínség jöjjön-e országodra, vagy három hónapig kelljen menekülnöd ellenséged elől, amely üldözt téged, vagy három napig tartó dögvész legyen országodban? Gondold meg és döntsd el, milyen választ vigyek annak, aki engem küldött. Dávid ezt felelte Gádnak: igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem. Az Úr tehát dögvészt bocsátott Izraelre aznap reggeltől fogva a kiszabott időig, és meghalt a nép közül 70 000 ember Dántól Beérsebáig. De amikor az angyal Jeruzsálem ellen nyújtotta ki a kezét, hogy elpusztítsa, bánkódni kezdett az Úr a veszedelem miatt, és ezt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított: elég, most már hagyd abba. Az Úr angyala ekkor éppen a jebúszi Araunál szérűje mellett volt. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta: bizony, én vétkeztem, és én követtem el bűnt, de az én nyájam nem követett el semmit. Nyújtson le kezed inkább én rám, és az én rokonságomra. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Imádkozzunk ezért. Köszönjük neked, Atyánk, Istenünk, a Jézus Krisztus által, hogy te most is elkészítetted számunkra a te igédet, hogy nincs a te igéd bilincsbe verve, hogy nem lehet bezárni, elzárni előlünk, mert te kinyilatkoztattad, mert te lehetőséget adtál most is arra, hogy a te igéd körül elcsendesedjünk, és így nem csak veled, de egymással is közösségben lehessünk. Köszönjük, Urunk, hogy előtted nincs távolság. Te előtted mindnyájan elérhetők vagyunk, és mi is lélek által közeledhetünk most hozzád és egymáshoz. Kérünk, hogy árasz ki a te kegyelmedet, hogy a te igéd szóljon hozzánk, hogy legyen kész a mi szívünk a te igéd meghallására, megértésére, és legyen kész a neked való engedelmességre, hogy megcselekedjük azt, amiért a te igédet elküldted, és ne térjen vissza az hozzád üresen. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hisz kihez mehetnénk? Te nálad van az örök élet beszéde. Te vagy az, aki nem csak meghallod a mi imánkat, de válaszolsz is.
és a te válaszod, a te kegyelmednek a kinyilatkoztatása. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket, bár nagyon sok a vétkünk és a bűnünk. Nagyon sokszor nem figyelünk rád, nem figyelünk az útra, amelyen megyünk, és megbotlunk. Megbotlunk, és újra visszaesünk a mi elhagyott és megvallott bűneinkbe. Kérünk azért, hogy szenteld meg a mi szívünket, hogy amit előtted elmondunk, amit neked bevallunk, az valóban, mint ahogy te a hátad mögé veted azokat, mi is a hátunk mögött tudjuk, és ne keressük újra, és ne akarjuk újra ugyanazokat a hibákat, vétkeket elkövetni a mi életünkben. Kérünk ezért, hogy áldj és szentelj meg bennünket a te igéd által, és köszönjük neked, hogy meghallgatott kiáltásunkat. Amen. Ige hirdetésre készülődve énekeljük, kedves testvéreim, a 174-es számú énekünket. A 174-es számú énekünket énekeljük, mely így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent ígédre. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetem közöttetek, írva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt második levele, 13. részének az 5., a 7. és a 8. verseiben. A következőképpen hangzik a megjelölt helyről Isten igéje. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, a Sámuel második könyvében három csapásról, három veszedelemről olvashatunk, amit Isten bocsátott népére. Az első történet az, amikor Dávid a szövetség ládát Abinádáb házából Jeruzsálembe vitette. A ládát szállító ökrök, amik a kocsit húzták, megbotlottak. És Uzzá, Abinádáb egyik fia a ládához kapott, és Isten megítélte őt ezért, és meghalt Uzzá. A másik történet egy elmulasztott dolog, mert Saul megölette a gibeoniakat, akikkel Izrael esküvel kötött szövetséget, hogy közöttük maradhatnak, és bántásuk nem esik. Dávid orvosolni akarta ezt a helyzetet. Ki akarta engesztelni a gibeoniakat, és megkérdezte tőlük, hogy mi legyen a megtorlás módja. És a gibeoniak 7 embert kértek, 7 ember életét kérték váltságul azokért, akiket Saul elpusztított. És amikor ez a megtorlás megtörtént, amikor ez a dolog elrendeződött ezáltal, akkor Isten megkönnyörült az országon. A harmadik történet
ez, amit most hallottunk, Dávid népszámlálása és annak a következményei. Az első két esetben Isten büntet, ugyanakkor irgalmát is megmutatja a vétkezők iránt. A népszámlálást megelőző fejezetben felsorolást olvastunk Dávid kiváló vitézeinek a népsorát olvashattuk. Felidézi ez a történet azt, amiről a Bírák könyvében is olvasunk. Az ige a Bírák könyvében arról tanúskodik, hogy a csaták és a háborúk Isten szent harcai voltak népe ellenségeivel szemben. Most úgy kezdődik a történet, hogy újból haragra gerjedt az Úr Izrael ellen. Nyilvánvaló, hogy a második történet után, amit hallottunk, és Isten egy korábbi fejezetére utalunk ennek a Sámuel könyvének, a csapásra, az éhínség után történt ez az újból. Hogy miért haragudott meg Isten Izraelre, arról nem olvasunk. De tudnunk kell azt, hogy Isten a teremtett világ ura, és olykor megpróbálja a népét. Sőt, azt is megengedi, hogy a sátán kísértse meg azokat, akik az istenéi. De határt szab annak, hogy mit tehet. Mit tehet Isten népével a sátán. Jó példája illusztrálja ezt a legjobban előttünk. Jó tisztában lenni azzal, hogy mi van bennünk, hogy ki van bennünk. Pál apostol a Korintus beliekhez írt levelében annak a félelmének ad hangot, hogy amikor megérkezik Korintusba, akkor viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfúvalkodás, pártoskodás lesz közöttük, és megsirat sokat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Ezért felszólítja az apostol a korintusiakat, hogy tegyék próbára magukat, hogy igazán hisznek-e. Vizsgálják meg magukat, felismerik-e magukban, hogy Jézus Krisztus bennük van. Bennük van-e Jézus Krisztus? Vajon miről ismerhető fel Jézus Krisztus jelenléte bennünk? A gondolkodásunkból, a beszédünkből, a cselekedeteinkből, a magatartásunkból. Jézus Krisztus jelenléte hatja-e át a mindennapjainkat? Igyekszünk-e őt megismerni annyira, hogy ő áthassa a mi egész valónkat? És honnan, minek az alapján lehet megismerni az Urat? Jézus Krisztusról szól Isten igéje az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Tehát az igéből ismerhetjük őt meg. A róla szóló jövendőlésekből, az ő életútjából, ahogy azt leírják előttünk az evangéliumok, a beszédéből, a cselekedeteiből, az atyával való kapcsolatából, abból, hogy milyen igazságok mentén halad az ő célja felé. A korintusiak mögött ott van az ima háttér.
Pál apostol hordozza Isten előtt őket, és azért imádkozik, hogy semmi rosszat ne tegyenek, mert semmit nem lehet, és nem szabad tenni az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Jézus Krisztus főpapi imájában mondja az atyának, a te igéd igazság. Semmit nem tehetünk az Isten igéje ellen, hanem inkább az Isten igéjéért kell tennünk. Dávid ismerte az Úr igazságát, ismerte az igét, sőt ő maga is hirdetője volt az igazságnak, ahogy arról zsoltárai tanúskodnak. Isten igéjében írva van, Mózesnek mondja az Úr, hogy amikor névjegyzékbe veszi Izrael fiai közül a számba veendőket, ami 20 évestől felfelé jelentette a számbavételt, akkor adjon mindenki váltságdíjat magáért az Úrnak, hogy ne érje őket csapás a számbavétel miatt. A felajánlás, amit mindenkinek fel kellett ajánlani magáért, fél sekel volt. És azt mondja az Úr, hogy ez a felajánlás a kijelentés sátrának a szolgálatára lesz, ez fogja emlékeztetni az Urat Izrael fiaira. Izrael hadserege az Úré volt. Joáb, Dávid hadsereg parancsnoka figyelmeztette a királyt, mert sejtette, hogy Dávid a hatalmas Isten kompetenciáját sértené, ha megszámolná a harcosait. De a királyt nem lehetett eltéríteni a szándékától. Milyen jól tenné az ember, ha hallgatna arra, aki meg szeretné akadályozni, hogy a vesztébe rohanjon. Hányszor vagyunk annyira elszántak a rosszra, hogy nem vesszük figyelembe az intő szavakat, az intő jeleket sem. És mi történt akkor, mikor meglett a király akarata, amikor megszámolták az ő népét? Oda lett a békessége. Lelkiismeret furdalása lett, az gyötörte őt. És így Istenhez fordult, bűnbánattal, megvalva, hogy nem cselekedett helyesen. De a késő bánat már nem tudja meg nem történté tenni a megtörténteket. Mindezt lett volna lehetősége Dávidnak elkerülni, de most viselnie kell a következményeket. És nem csak magát sodorta bajba ezzel a rendelkezésével, hanem a népet is. Milyen sokszor nem mérjük fel, mielőtt cselekszünk, hogy milyen kihatással lesz a mi döntésünk a körülöttünk élők életére. Gyermekkorunkban, ha rosszat tettünk, jött a büntetés. Vagy a térdeplés, vagy valami más formájában tapasztaltuk, hogy meg kell bűnhődni a rosszért. Aztán jött a bocsánatkérés. A szüleink persze megbocsátottak. Nem lelték örömüket abban, hogy büntetni kell minket. De a büntetést mégsem kerülhettük el. És nem lehetett felelősségre vonni érte a szülőket. Azért, mert
el akartak bennünket fordítani a rossztól, és arra akarták a figyelmünket irányítani, hogy nem érdemes a rossz utat követni. Isten sem lehet felelősségre vonni, ha büntet. Azért van, hogy tanuljuk meg figyelembe venni az ő akaratát. Hogy ne csak utólag tudjuk, mit kellett volna, és hogyan, hanem előre gondolkozzunk. Felelősségteljes döntésekre van szükség, ahhoz, hogy elkerüljük a bajt. És ezt bizony tőlünk is megkívánja az Úr. Ne sodorjuk bajba szeretteinket, embertársainkat, családtagjainkat, senkit, aki körülöttünk van. Az Úr szólt Gád prófétához. Azt mondta neki, mondd meg Dávidnak, három lehetőséget adok neked. Válasz ki közülük egyet, és én azt teszem veled. Azt olvastuk, Dávid azt mondja Gádnak, igen nehéz helyzetben vagyok, hisz három rossz közül kellett választani egyet, vagy 7 év éhínséget, ami azt jelenti, hogy kenyér után kellett volna folyamodni valakihez, aki tudott volna segíteni, vagy 3 hónapig kellett volna menekülni az ellenség elől, aki üldözte volna őket, vagy a 3 napig tartó dögvész, ami közül választani kellett. Dávid szempontja az volt, hogy ne legyen embereknek kiszolgáltatva. Bármelyik büntetést választotta volna, mind sok embernek az életét kérte volna. Sok embernek a halálát jelentette volna. Dávid inkább azt kérte, hogy essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy az ő irgalma. És valóban Isten irgalmas volt. Azt mondta az angyalnak, aki a nép között pusztított, mikor Jeruzsálem felé közeledett, elég, most már hagyd abba. És abba maradt a pusztítás, és nem kellett Dávidnak és a családjának sem meghalni. Nem mi választjuk meg, hogy milyen eszköz által végzi el Isten az ő munkáját. Milyen jó, hogy mi már tudhatjuk, hogy az ártatlan halt meg azért, hogy mi, akik bűnösök vagyunk, megmeneküljünk. Nagyon sokszor van így, nagyon sokszor teszi fel az ember a kérdést, hogy miért. Miért mennek el a jók? Miért bünteti Isten az ártatlanokat? Miért kell meghalniuk? És miért élhet az, aki a bűnt elkövette? Rámutat ez az ige arra a nagy áldozatra, amit Jézus Krisztus hozott értünk, azért, hogy ne nekünk kelljen meghalnunk. Ő rajta torolta meg Isten a mi bűneinket, és ezért áldjuk és magasztaljuk az ő szent nevét. És ezért vágyunk arra, hogy egyre jobban megismerjük őt, hogy távol tartsa tőlünk a rosszat, hogy az ő kegyelme által választhassuk azt, ami előtte kedves, ami bennünket épít, és ami
a hozzá vezető úton segít. Kérjük ezt imádságban, boruljunk le az Úr előtt. Urunk Istenünk, olyan meggondolatlanok vagyunk sokszor, annyira nem tudjuk végig gondolni a mi döntéseinket, nem látjuk meg a mi döntésünk, a mi tetteink következményét, annyira közömbösek vagyunk sokszor mások iránt, meg sem gondoljuk, hogy amikor vétkezünk ellened, akkor a mi szeretteinkre is, embertársainkra is bajt hozunk. Mert te nem hagyhatod a bűnt büntetés nélkül. De köszönjük neked, hogy tovább vezetsz bennünket annál, mint hogy rajtunk torold meg a mi elkövetett bűneinket. Köszönjük neked, hogy elküldted értünk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és ő lett az, aki meghalt azokért a bűnökért, amiket mi követtünk el. Nem mi akartuk ezt így, a te kegyelmed cselekedte ezt. És ezért köszönjük neked a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy a te kezedben a fenyítést is, te kezedből a fenyítést is könnyebben viseljük, könnyebben fogadjuk. Mert tudjuk, hogy te megsebzel, de be is kötözöl. Tudjuk, hogy te könyörülő Isten vagy. Ezért őrizd meg bennünket attól, hogy emberekben bízzunk, hogy emberektől várjunk segítséget, hanem add azt az indulatot a mi szívünkbe, hogy te rád tudjunk várni, hogy tőled fogadjuk el, amit számunkra készítettél, az üdvösséget, tőled fogadjuk el azt az utat, amit előttünk jártál, hogy követni tudjunk azon téged, hogy ne a bűn jellemezze az életünket, hanem a te megváltói munkád, a te szereteted tegyen bennünket olyanokká, amilyenekké te szeretnél látni bennünket. Köszönjük neked, hogy így jöhetünk hozzád, alázattal, és így kérhetünk téged, hallgass meg a mi imánkat, hallgass meg bennünket, amikor embertársainkért kérünk, mindazokért, akik körülöttünk élnek, ne kelljen senkinek szenvedni mások bűne miatt, mások rossz döntései miatt. Áldj meg bennünket, és vigyázz ránk. Oltalmazó kezeddel légy velünk, takarj be, fedezd be, védj meg bennünket. Védj meg akkor, amikor körülöttünk tombol a gonosz. Urunk, mindez megvan írva a te igédben, taníts meg minket olvasni a jelekből. Taníts meg meglátni, hogy a te igéd teljesedik be, hogy annak vagyunk szemtanúi, és annál inkább tudjunk hozzád ragaszkodni. Cselekedj bennünk, és végezd el a te munkádat. Köszönjük, hogy meghallgatod kiáltásunkat. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene
veletek lesz. Amen. Isten tiszteletünk végeztével énekeljük a 467-es számú dicséretet. A 467. dicséret első verse így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.